Aung San Suu Kyi államtanácsos és külügyminiszter is megjelent az ENSZ hágai központú nemzetközi büntetőbíróságán, ahol kedden kezdődött a Myanmar ellen népírtás vádjával indított eljárás. Novemberben Gambia perelte be a dél-kelet-ázsiai államot a rohingya muszlim kisebbség védelmében. A Nobel békedíjas myanmari politikus igyekezett mentegetni országát a hágai testület előtt. Sajnálatos módon Gambia hiányos és félrevezető képet tárt a bíróság elé a myanmari Rakhine állam helyzetéről. Mindazonáltal rendkívül fontos, hogy a bíróság pontosan átlássa és objektíven, indulatoktól mentesen értékelje az adott területen kialakult szituációt. A helyzet Rakhine államban rendkívül összetett és nem könnyű megérteni, jelentette ki Suu Kyi. 2017-től a Rakhine államban élő 1 millió rohingyából 730 ezer menekült a szomszédos Bangladesbe a myanmari hadsereg akciói elől. Suu Kyi nem zárta ki, hogy a védelmi szolgálatok tagjai bizonyos esetekben túlzott erőt alkalmaztak a nemzetközi humanitárius jog betartása mellett, hangsúlyozta. Az sem elképzelhetetlen, hogy olykor nem tettek világos különbséget az ASRA harcosai és a civilek között. De ezeket a túlkapásokat a katonai igazságszolgáltatás rendszere vizsgálja ki, és ha indokolt, bünteti a myanmari alkotmánynak megfelelően, igyekezett védeni országát a politikus. Miközben a bíróság a myanmari hadsereg brutalitását vizsgálja, az épületen kívül Aung San Suu Kyi hívei tüntetnek Hágában. A muszlim többségű nyugat-afrikai ország azzal vádolja Myanmart, hogy hadserege rohingya falvakat földeltett egyenlővé, tömegével erőszakolt meg nőket, gyermekeket gyilkolt muszlim családokat írtott ki. Az ítéleti Gambia azonnali intézkedéseket kért a rohingyák védelmére a bíróságtól.